Most jövök, mi állunk érdemben. Meg is fogjuk. Meg kolbász, házi kolbász, házi szalonna. Az nagyon szeretjük. Csak kolbász. Hiha, vegyél el egyet. Hozzá kell a pitikán. Hát én megmondom őszintén, én hiával együtt szoktam menni. Akkor egy vagy. Hozzá kell a pitikán. Hát házi kolbász. Péter is ma reggel ezzel kínált, és én megettem héjával. Na mit csinálsz? A héja az jó, a kolbászon is, mert mikor fent repül, az is jó. Na, most... Na most nem magyarországi turisták vannak, hanem egy szatmárnémetiből egy baráti fotós házaspár jött el ide hozzánk, meg a gyimesekbe, gyárfáshoz, sok filmet láttak már róla, és kíváncsiak voltak rá, igaz Zsolti? Természetesen. Meg Leventére ott hátul, szevasz Levente, hogy vagy? Jó. Volt, aki képzeld el, írtad nekem, hogy régen látott már rólad videót. Na. Hát kellene lovasszánoznunk. Mit szólsz hozzá? Jó. Viszünk haza, és akkor lovasszánozunk egyet? Egyet, igen. Kettőt is lehet? Kettő és felett? Akkor jó. Na milyen ez a túró? Mit szóltok hozzá, Zsolti? Olyan, szatmáron biztos nem lehet kapni. Ja, hát azt biztos hallod. Ilona, neked hogy ízlik? Nagyon finom, és érzik rajta, hogy legalább házi készítésű, nem botból vett, nem vegyi anyagos, hanem természetes. Hát igen, igen, igen. Finom, meg hogyha finom. Ráközelítünk, lehet látni, nézzétek, hogy ott van benne egy kis penicillin is. Nézzétek meg. A dézsától kiszardott, igen, igen. A szín van az Az a dézsától van? Hát biztos nem is. Dézsától kiszardott. Ez jó puliszka volt. Máli jól, magyar csang, azt mondja, máli, puliszka. Uh-huh. Puliszka. Na, de volt jó. És ez a szalonna, ez nem volti? Há, még aki nem gyönyör, mint a volti szalonna, az két jobb kotrec volt. Nincs is bolt a környék. Hát itt a valában mindenképp. Tudod, Zsolti, én mindig azt mondom, ugye, hogy... Sokan eljönnek Székelyföldre, de amíg, vagy ide gyímesekbe is. De hiába elmennek a 1000 éves határhoz, ami soha nem öregszik, ha egy igazi csángó családhoz nem jönnek be, akkor nem is tudják igazából, hogy mi az a gyímesek. Mi valahányszor Székelyföldre jövünk, rendszerint székelyeknél szállunk meg, nem megyünk soha szállodába, meg ilyen wellness helyekbe, mindig székely családoknál, és eddig még sose csalódtunk bennük. Jó. Hát ugye Székelyföldre is a turisták nagy többsége azért jön el, mert az emberek miatt, hogy eljön Budapestről 700 kilométert, és itt még magyarok élnek. És magyarul van minden felírva, érted? Tehát ez, meg ugye, hogy milyen nagy volt régen Nagy Magyarország. Tehát ez olyan... És ide talán még a technológia, meg az iparosítás nem tudott akkor a teret nyerni, mint máshol városon. Igen. Na, Levente, tartod egy kicsit a telefont? Lássák, hogy... Én is... Nem, engem, hát eszik én meg, nézzétek meg, hogy... Meg vagyok borotválkozva, Dóri tegnap levágta a hajamat. Gyárfás, mit szólsz hozzá, jó? Jó, csak nem mondja meg, mert felveszi. Mi? Szólok a munkat! Aha, ne csinálj! Férfi, csak egy fokkal kell szebb legyen az ördögnél. Most már szebb vagy egy fokkal. Na, köszönöm szépen. Ugye, tegnap kiborotválkoztam, hallod. És képzeljétek el, Gyárfás, Ildikó, Levente, meg minnyájat. Tegnap volt egy éves házassági évfordulónk Dórival. Mi már gratulálunk még egyszer. Köszönök szépen. Egy éves. Lassan Levi is, a kisfiunk egy éves lesz. Ugye azért is házasodtunk össze, hogy legyen neve a gyereknek, ne kelljen ilyen apasági vizsgálat, meg mit tudom én micsoda, érted? És így volt a legegyszerűbb, úgyis már... Akkor a nálad utalma a rend és hivatalosan? Persze. Fagyas Levente Péter. Én meg Sándor Péter vagyok normálisan, de van még egy fiam, ő Máté Péter, ő már 10 éves, meg ugye a kislányom Sárika, ő pedig Charlotte Téva. És... Elég egy szamarok, akkor minden nálatok, és ez sebes, az édesve lesz szemügyük. Magiknak egy éves nekünk, lassan 33 éve. Töltsük, együtt. Ki az idősebb? Hagyja a fidősek. Hát de nem úgy, hanem a gyerekek közül. Ha Emilia. Ja, na, de ha nagyon kevés, mert Emilia 92 április is, András 93 november. Hát akkor nincs köztük. Fiatal. Katonasa. És miért nem lett harmadik? Elment. A tengére.
Igen? Nem, ez elég. Mi a jó Istennek onnan a többet, úgy se érünk semmit. Nem vagy a gyárfás, mit szólsz, hogy milyen telünk volt? Vagy rossz, milyen van? Rossz, most jó telünk van. Ez pontosan novemberben kellett volna az a tüdő legyen, mi most. Igen? Csak most ezt a hónapot tudod-e, hogy ki? Akkor cigányok hónapja. Miért? Fú a szél és hideg van. Cigán most turreszkácsozta a nasz, én már kicsit csak velük, hogy mondjad, hogy milyen drága van, az előbb feljött a cigán, azt mondja, hogy állj, tudja a témán, a hónapunk is állj. Február a cigányok hónapja. Ez tényleg a cigányok hónapja? Ez tényleg a cigányok hónapja. Azt nem is hallottam, és a következő hónapot, a hogy már is már kéne egy kicsit. A lovaki. A lovaki, már forlós lovak, hogyha forlós emberek, tüdőbaja van, csak a kájés lovat eli meg, nem kap le végül. Hát a következő a lovak hónapja. Igen, és április a bolondoki. Április a bolondoki? És a január az kinek a hónapja? Valakinek mit tudod, mindenkinek én se tudom, Péter. Mindent te se tudsz? Ez olyan jól elmondtad, hallod. Hát de így van, Péter. Így biztos, van. A biztos. A cigányok hónapja. Lehet, hogy tavasszal, marcisban elmen a hó, de öregki a cigán azt tartja, hogy még a békák tele vissza van. Na. Már amikor a békák elélek, ha meg nem várja a hó, nem jó tavasz lesz. Meg kell fogyjon a bárányok, a bárányok, a bárányok tele is visszahol, a húsvétkor a bárányok tele. A húsvétkor? Igen. Az is, de úgyis kell esni, hogy a béka meg kell, hogy olyan sik fogjon, hanem annyi sok béka lesz. Ja, áprilisban? Ezt még egyszer mondja el, Ildikó, mert nem értettem jól. Régebben az én apám azt mondta, hogy amikor a hó álmént kitavaszottunk, állították a béka. És mindenhol egy kicsi pöcsője van ott a béka odottóik. Béka pirinc. Lesznek olyan kicsi pirinc. És azok meg kell fagyjanak, már nem annyi béka lesz. Hogy... Úgyhogy az áprilisban. Igen, és azt akkor szedünk békat szombat. Annak mondják, hogy a bárányok talán, hogy egy kicsit havazunk. Ha két ujjasat és de kell havazunk. Péter, akkor milyen jó, hogy itt a bévet egy békat szombat. Szombaton. Tehát te Zsolti, mit gondolsz a klímaváltozásról? Létezik? Hát persze, hogy létezik, hát láthatjuk mind. Hát elég csak arra nézni, hogy hát 20 évvel ezelőtt, mikor én tínédzser voltam, vagy 30 évvel ezelőtt, mikor gyerek voltam. Novemberben kezdődött, Katalin Erzsébet napkor tél volt. Hol volt Ildikó? Mondja. Pecskemérig. Ah, de tényleg, de akkor mindent eddig három nap így futt a savaszka, sötött a sarék. De ez mikor volt olyan nagy hó? 97-ben. De maga, jól tudom, Ildikó Kosteleki. Én Kosteleki, Falkospataki vagyok. És ott is vannak patakok Kosteleken? De sok, sok patak. Igen? Mi a manó? Magyar csinés. Mikor menj Kosteleka, Piti? Hát nem tudom, aztán nem akkor, tudom. Aztán akkor, amikor a hó elmén, már most... És mit csináltál Kosteleken? Hoztam egy tehenet, ha mit csináltál? Hoztál egy tehenet, ha, és Vinni mit vittél? Én semmit, magam. Magad? De hogy voltál itt keresztül a hegyeket? Kocsival, egy körbe. Kocsival. Ja, kocsival. Most már nem tudok annyira menni, ha látod, hogy fog. Aha, jó. És mikor hoztam egyébként, van a kocsiba, képzeld el, hótalpak. Ki akarod próbálni? Nem, nem. Miért nem? Nem, mert én akkor a hóba bele, hogy bele is uadjak, balom vagy a pénz. Hát de ebbe belemehetsz jó nagy hóba is, nem lesz semmi bajod. Nem próbálod ki? A felköti oda a lábára, ott kötöl a pancsokot. Na, tudod én mit? Ha elszakad a két lábas, akkor átesik a mekkora. Az látod, hogy itt az ős az orosz van vissza. Mi volt a legnagyobb hó, Ildikó, amire emlékszik? Emlékszik, már apám a tányékvál egy patokfájában volt farkasban, és mi Kosteleből jöttünk ki, és reggel 7 óra, akkor elindultunk, csak akkor a hó volt, hogy délután 2 órára értünk ki, egy hegyen keresztül kellett menni, de olyan hó volt, hogy ma állottunk, ekkor volt tév, szankóztunk, nem ültünk egy tévé mellett, ugye örvántunk, amikor annyi időt. De a tévé nem is volt akkor nagyon nagy, volt már? Azon is fakadták. Volt, de akinek akkor tévé volt, a nagy gazda ember volt a Csehüdájban, vagy kocsi, hogy itt az internet, most az a gazda, akinek van egy lova. Már kocsi sok van. A tévé, az internet... Ezelőtt azt tartotta a Péterkém, hogy az úton mentén egy nagy bogganyi legyen az udvaron. Trágya. Egy nagy bog legyen, és akkor a Leannak azt mondták, oda menj féhez, mert ott van vagyon, van pénz. Most azt tartsák, hogy a kocsikocsa treszkessen a kezedben. Nem baj, ha benzinre nincs pénz, csak a kocsikocsa, és oda menj. Ez a világ. És erre meg én tudod, mit mondok? Az emberek úgy veszik meg ugye a kocsit is, ugye, hogy úgymond ilyen státuszszimbólum, érted? Tudod, mit csinálnak a kocsival? Elviszik most már mindenütt, van ilyen kocsimosó, lemossák kívül, azt az alját meg nem mossák le. Hát a rosda meg egy társik ki belőle. Ja. Meg tudod, én úgy vagyok vele, hogy egy autó arra kell, hogy elvigyem valahonnan valahova, nem arra, hogy gyönyörködjünk benne, nem?
De szoktál a teheneidbe gyönyörködni? Igen, az öreg isten, hogy bassz meg, addig hanyag annyit, hogy ne fogok gyönyörködni. Ja, igen, gyönyörködtünk akkor, mikor ezzel kárültünk, volt három tehenünk, lett az első kicsi bóriú. Akkor kárültünk fel, jó, és abban nőtt fel, én, de az a meink volt, annak úgy örvántünk. Most na, úgy busolok, mikor a tehen bóriúzik, meg úgy kívánni, hogy... Igen? Igen, akkor gyönyörködtünk. Hát, hogy Péter, a meink lejárt, kajar, le minden nap lefelé. Hallod-e, és a... Na. Hogy is van az, hogy az nagyon tetszett nekem, hallod, amikor a tehén kettőt borjadzik? Hát igen, és melyik jött ki elő, ha többet nem mondasz, ha jól tanul. Hát én megtanultam. Na, aki tudja, hogy melyik jön ki elől, a milyenek? Kérdezd meg. Egyik bikas, a másik ünő. És melyik jön ki elő? Na, aki tudja, a választ írja oda a hozzászólásba. Igen. Igen. Na. Ha valaki megfigyelte, én a választ megmondtam. Csak a bort nem vette rá. Ja. Nem baj. Nem baj. Vagy írják oda alá. Te tudod, Levente, melyik jön ki elő? Nem tudom. Miért nem tudod? Nem, hogy semmit, nehogy megmondom, akkor mindenki azt mondom. Jó van. Drónos felvételt csinálni? Lesz.